Na, szavaztok, srácok, szavaztok itt, Facepapi, Facepapi, hát köszöntelek titeket újra itt a csatornán, és köszöntelek benneteket egy kis ö, beszélgetős videóval, ilyenünk már most nem volt, meg hát kezdjük meg az évet, egy kicsit tekintsünk vissza a múlt évre, hogy mégis mi történt, hogy történt, vagy mik az idei tervek, ö, amik most lehet, hogy még a videó ö, felvételek közben fognak igazából normálisan valamelyest kialakulni. tavaly évvel kapcsolatban igazából azt mondom, hogy a csatorna szempontjából egyébként egy tök jó évet zártunk. Folyamatosan igazából gyarapodtunk, egyre több bolond ember találja meg a csatornát, aminek nagyon örülök, és ezt pozitívan mondom a bolondokat. Szóval örülök, hogy itt vagytok, és minden régének újnak pacsi. Nagyjából a, a, a konstrukció az, az, az végigfutott ugyanaz, ami eddigiekben is. Néha-néha azért bepróbálkozok egy-két új dologgal, kisebb-nagyobb sikerekkel. Nem könnyű veletek, hozzáteszem, egyébként új dolgokat behozni. A zenei részét egy kicsit leválasztottuk ugyebár a csatornáról, így megszületett a, a FacePapi Music csatorna, ahova igazából csak a kész dalok kerülnek föl. Úgyhogy hogyha nemzantam valaki még nem csekkolta, vagy valami akkor tudja, de minden egyes ilyen link meg meg minden segédlet, meg információt megtaláltok itt a videó leírásában, a csatornával a velem kapcsolatban, amit úgy érzem, hogy hogy fontos, hogyha ha, ha tudjátok Szóval ott vannak a, a zenékkel, kapcsolatban nagyon-nagyon pozitívan haladnak a dolgok, én, én nagyon örülök. Itt az év végén, egyébként karácsony környékén uh, kikerült már egy hivatalos, uh, megint most egy hivatalos uh, remix is, ami Spotin, Apple Musicon, meg minden Diesel, mindenhol fent van. Uh, ennek is megtaláljátok itt a linkjét, meg hát amit tudok mutatok róla. A zenéből nem tudok ide betenni, mert ugyanis, hát, mert Remixről beszélünk, és egy amerikai cég adta ki, ők elég keményen levédik a zenéket, úgyhogy, úgyhogy nem akarom, hogy itt a, a videónak ezzel problémája legyen. És hát készülök jövőre, vagy most már nem jövőre, nem jövőre hanem idénre, majd a saját dalokat is kiengedni hivatalosan is, nem csak így a, a YouTube-ra, úgyhogy aki, aki valamennyire is éreklődik -e ezek a dolgok után, már mint azok a zenék után, amiket kész, akkor azt, azt itt megtaláljátok. Szóval szempontból egyébként nagyon úgy érzem, hogy tök jó felé ment a, a fejlődés, meg a haladás, és, és, remélem, hogy, hogy ennek még itt nem lesz vége, úgyhogy egyfolytában próbálom képezni magam meg a, meg a dolgokat, tehát hogy jobban fejleszteni a dolgokat és hát a nézők együttről nincs nagyon mit beszélni, tehát azt próbálom folyamatában vinni a, a TikTok videók. Meglátjuk idén, hogy haladnak, megmondom őszintén, nekem egy kicsit most már a TikTok videók, maga a TikTok világa egy kicsit kezd elmenni abba, Abba, abba az irányba, ami már annyira, annyira számomra nem pozitív. Én egyre nehezebb egyébként olyan videókat kiválogatni, amik viccesek, nem túl durvák, nem túl szexuálisak. Ez egy nagyon fontos szempont, mert nagyon elburjánzott szerintem a TikTokon ezek a fajta dolgok, és, és nehéz találni olyat, ami, ami azt mondom, hogy belefér. Ha nézzük együtt be, és, és én még úgy vélem, hogy, hogy jó, jó, jó visszhangja tud lenni, de igyekszem, igyekszem, csak ez, ez tényleg nagyon sok időmet emészt fel ezeknek a videóknak a válogatása. A horgászat is nagyon jól sikerült a tavalyi évre, hát lett közben egyébként a horgászattal kapcsolatban lett támogató, a bullfishing, és amit nagyon szépen köszönök nekik, továbbra is él, ha a, náluk a, a, vásárlási kedvezmény, Facebooki nevet beírjátok, vásároltok náluk online, vagy bementek a boltba is, ha úgy van, akkor, akkor a 10% az jár, úgyhogy ezt, ezt, ezt is megtaláljátok lent a leírásban használjátok ki, főleg manapság már, mert mi egy drága kenyér, minden drága, ezért minden, minden forintot meg kell fogni, de horgászni meg szeretünk, jó volt az idei év, tényleg azért fogtunk egy-két halat is, meg, meg, tanultunk új dolgokat, meg minden, úgyhogy, úgyhogy ez még korán sincs lezárva, idén is folytatódik a, a horgászat is, a nézzük együtt is, és hát így a, a, a zenék is. Uh, egy kicsit háttérbe kerültek a, a főzős-kóstolós videók. Uh, idén majd próbálom ezeket is egy kicsit uh, jobban visszahozni, és hát jobban vannak uh, most vlogok, um, hát vlogszerűségek mondjuk így, tehát többet beszélgetünk, vagy beszélek hozzátok, és több mindent megosztok veletek, mint a mostani is egy, egy ilyesmi akar lenni, ugyebár de többnyire próbáltam most autókban ilyen autós vlogként beszélni veletek bizonyos témákról, amik szerintem tök jól sikerültek, ahhoz képest, hogy mi a, mi a fő momentum a csatornának, ahhoz képest szerintem tök jó, tök jó húzata volt a dolognak. Úgyhogy ezt is mindenféleképpen próbáljuk tovább vinni. elég nehezen vagy nehézkesen, hogy mondjam, problémadósan uh, végződött a, a 2022 számomra, uh, és, és így is kezdődött. Uh, például, például a kokáért nem, nem akarok uh, nyakatokba akasztani semmiféle problémámat, de például a kocsiba uh, ideges voltam, és úgy betettem lükveztbe, hogy szétesett a váltó, úgyhogy a, a pillanat a kocsi, az most pont szervizbe próbálják összerakni, mint egy gokartot, hogy, hogy mégiscsak lehessen használni, meg minden. De, de, ezeken is túl leszünk, és, és ezek, ezek, is meg lesznek szépen lassan oldva. Akkor az első két nézzük együtt videó, az úgy indult, hogy, hogy behalt a hangkártyám, úgyhogy az én hangomat végül is meg a, a ott a a, a, nem jól lett fölvéve, rossz minőségben, de már nem tudtam újra felvenni, hogy ezért kerül ki úgy, ahogy kikerül hozzátok. Ezért sorry, 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 uh, orvosolva vannak most már a problémák, mint a ha halljátok. Uh, ez van, ez van, uh, ezzel is már most egy nem tudok mit csinálni, de, de több pozitívan állok mindenhez, mint mindig, hogy minden, minden uh, előbb-utóbb egyébként mindig jóra fordul. Úgyhogy folytatjuk tovább a dolgokat. Akkor, ja, hát a, 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 ami még új dolog volt, ugye bár itt látható rajtam a, a videós bolt, Köröltve megszülettek az új fészpapi termékek, amik ugyanúgy a link a leírásban megtaláljátok, tudtok rendelni, hogyha úgy gondoljátok, hogy mondjuk szívesen tennétek egy olyan párnára a fejeteket, amin én ott vagyok, és akkor még akár puszit is kaphatok, vagy akármi. Na mindegy, nem menjünk el ilyen hülye irányba, de a lényeg az, hogy vannak új fészpapi termékek, amik, amiket, ha van rá igényetek, akkor, akkor örülök, hogyha meglátlak benneteket az utcán benne. És... És hát körülbelül szerintem nagyjából ugye végére érünk a, 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 a sztorinak, hogy, 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 mi, mi lenne. Nem terveztem legalábbis eddig ilyen különösebben nagy változásokat az idei évre sem. Szeretném folytatni úgy a dolgokat, ahogy nagyjából eddig. Próbálkozások biztos, hogy idén is lesznek, mert, mert úgysem bírok a bőrömmel, de, de, meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Ez talán így is jó, hogy majd, hogy majd hogy alakul. A mémes videó például tavaly szerintem tök jól sikerültek, jó volt azoknak is a vízhangja, de azokat sem könnyű olyanokat találni, amik <kül> amik azt mondom, hogy hogy sokunknak tetszett, vagy vicces lehet is, és, és érdemes beletenni, de ezekkel is fogok mi próbálkozni. Remélem veletek minden oké, okay, és minden szuper, ha bármi téletetekben életetekben is negatív dolog van, mindenkinek van, főleg manapság, ugyebár tudjuk, hogy hogy, hogy hogy alakulnak itt a, a árakkal, politikával, minden szélszárral a dolgok, ettől függetlenül mindenkinek nagy pusztantást küldenék innen, meg mindenféle pozitív csüt, meg energiát, megyünk tovább is, és legyen jó kedvetek, igyekezzetek minél többet mosolyogni, ezt ne vegy tőlünk senki, a jó kedvünket, ez az alap, utána a többit meg majd mind megoldjuk, vagy megvesszük egy bankkártyával. Na, jövünk legközelebb is, toljuk tovább, szevasztok!